Los Angelesből. Na most, van egy-két dolog. Valószínűleg lehet, hogy egy ilyen hatalmas nagy heti vlogot vártok most innen. Na most az majd csak később fog jönni. Itt vagyunk Dáviddal egy hetet. Majd meglátjátok, hogy mit csinálunk. Viszont a mai videóban... A mai videóban megkértek titeket, hogy hát Amerikában vagyunk. Nyilván próbáljunk ki sok extra dolgot, és ebbe beletartozik nyilván a kaja is. Úgyhogy úgymond irattam veletek egy bevásárló listát, nagyon-nagyon sok mindennel. Ezeket menjünk el beszerezni, és teszteljük le őket. Mert jelenleg a hűtő, hát az nem sok mindenből áll, de itt is van egy-kettő dolog már, ami úgy érdekes lehet. Az az érdekes, hogyha megnézitek, hogy szombat van, és hát azért ez nem az a forgalom, amihez hozzászoktunk. Mert minden egyes videóban elég ramadt idő van. Elmondom, hogy itt a 8 sávos autópályák, meg a rettentő nagy forgalom, de srácok, egy lélek nincs az utakon. Kellett még egy kitérőt tennem, ugyanis... Szegény Dávid elég szarul van, túlhajtotta magát, a 12 órás út, illetve még a sok-sok forgatás nem tett neki jót, úgyhogy bemegyek neki egy-két gyógyszert összeszedni. Hát ő ma azt nekek helyett valószínűleg ezt fogja kipróbálni, de majd elmondja, hogy milyen volt szegény. Srácok, van egy ajtónk, amit ha kinyitunk, van rajta egy ilyen számkódos beléptető rendszer, aminek a hangja, hallgassátok, pontosan olyan, mint amikor kilépsz a GTA San Andreasba a menübe, figyeld? Ez ide van ragasztva. Tárcok, most, hogy a fél vagyonomat ott hagytam a boltban, nézzük meg, miket vettem. Hozzátenném, hogy ezeket ti írtátok. Kezdjük az első, ami a Sour Patch. Ez talán olyan gumicukor lehet. Aha. Egyelőre sima, savanyú gumicukor. Lássuk. Húganya! Az ilyen otthon nincsen. Na ez tényleg savanyú. Mi? Libabő. Azt az állat a libabőrösök. Na ez tényleg savanyú cukor. Tavaly a Los Angeles-i videómban, ahol bevásároltam, kipróbáltam a Prime-nak az üdítő italait. Azóta megjelentek az energiaitalok. Én nem vagyok egy nagy energiaitalos. Ez nyitva van, ez finom. Ezt megkóstoltam. Ez narancs és mangó, ez meg eper és... dinnye. Maga a dinnyét szeretem, de a dinnye fagyinak, a dinnye üdítőnek, a dinnye egyébnek szerintem mindig szaríza van. Legyen egy narancs mangó. Amúgy az az érdekes, hogy nézzétek, az amerikai verziókban 200 mg koffein van egy-egy izébe, ami rengeteg, hát az ilyen edzés előtti pre-workoutokban van 200 mg koffein általában. Úgyhogy nem tudja, ez mennyire jó, hogy ennyire fiatal közönségnek egy ilyet tolnak. Ízre jó. Azt tudom, hogy például Ausztráliában ilyen 110 mg-ra le van redukálva az egész, mert hogy ez rengeteg, ez megiszod, de rögtön felreállsz. Ízre jó. Következő. Találtam egy ilyet, valami Metamoon íze van. Ez ugye az üdítő, de ez már azóta is megjelent, ez egy új dolog. Ennek szabályosan sampon illata van. Nem tudom, hogy milyen íze van ennek. Nem tudom, milyen íze van. Ezek rettentő édesek egyébként, és túl tömények számomra, így rájöttem így az elmúlt egy évben. Amikor először kóstoltam, nagyon bejött, mert nagyon más volt, de van mit csavarni rajtuk. Ez talán nem is annyira újdonság, ez most már otthon is van. Ez egy magyaróvajas kis csokika. Tömény, mint az állat. Ezt az acskot megeszed, akkor 1000 kalóriát elpusztítottál. Szóval ez hízzal is, mint az állat. Tele van cukorral, tele van zsírral. Nyilván ezeket nem úgy kell lenni, hogy most akkor diétához, de... Majd csak úgy van. Aki elmondja nekem, hogy ez mi a jó isten, azt megtapsolom. A Fantának van, srácok, ilyen jelly-e? Nem kocsonyája. A
Hát... Figyeld, hát ez ilyen... zselé? Vagy minek nevezik ezt otthon? Zselatin? Én nem tudom. Én nem tudom, hogy ezt miért enné meg valaki. Szóval ebben az egy ilyen kis pohárkában 20 g cukor van, semmi íze nincs az égvilágon. Nem tudom elképzelni, hogy ezt miért veszi meg valaki. Miért? Miért készítesz ilyet? Annyira mű minden. Ezt nagyon sokan írtátok, hogy ezt próbáljuk ki. Gőzöm sincs, hogy mi ez. Úgy néz ki, mint egy pite. Pop-tarts a neve. Pop-tarts. Pop-pop-pop-pop. Nézzük meg, hát ez... ez érdekes, ez nem rossz. Ez olyan, mint a mézes kalácsban lenne belerakva egy ilyen kis almás pite-szerű töltelék. Idáig ez talán a legnormálisabb, ami akkor is, hogyha ez a legfurcsábban kinéző. Ez jó. Pontosan egy éve voltunk Houstonban Dáviddal, és akkor ez az üdítő ital, ez Christian Guzmánnak neki az energiaitala. Szép a csomagolás egyébként, ezt meg kell hagyni. Ez sokkal jobb, mint az előző Prime, amit kóstoltam. Gyengédebb, nem olyan édes. 200 mg koffein? Mi bajuk van ezeknek az amerikaiaknak? Nem alszanak eleget? Vagy minek kell belerakni 200 mg koffeint együtt energiaitalba? Az utcsó. Már kezdek szarul lenni. Flaming Hot Cheetos. Cheap. De pont a határon van, nem az a... Hú, de tömény, minden annyira tömény, kezdek szarul lenni. Nagyon-nagyon csíp, de nem annyira, hogy ne tud élvezni a kaját. Hú, ez jó. Hú, meg ez etheti magát. Jó. Rakjuk félre. That's it, srácok! Ez egy nagyon rövid videó volt, tudom, csak szerettem volna. Dáviddal majd nagyon más forgatunk. Tényleg annyira összetett, és annyira komoly, és annyira egy ilyen nagyobb szabású dolog, hogy most nincsen nagyon időm videózni így, amíg itt vagyunk, de azért mégis, hát azért, hogyha már itt vagyunk, akkor egy-két videót azért csinálni kell. Úgyhogy, ja, remélem tetszett. Találkozunk hamarosan. Még egy napi vlogot csinálok nektek, hogy mi történik nagyjából. És utána a nagy videót meg, hogy valamikor látjátok. Köszi szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Vigyázzatok magatokra, és ne egyetek ennyi szemetet. Csöcsöj.